Üdvözlöm Önöket, ez a 7.tv-n az aktuális. A Munkácsy Mihály Múzeum a nyáron első alkalommal hirdetett természetfotós pályázatot Békés Vármegye természetfotója 2023 címmel. Szeptember 14-én nyílik meg a munkákból érkezett kiállítás, erről beszélgetek ma este Váncsa Klára, természettudományos muzeológussal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit! Tehát először hirdetett ilyen alkalmat a múzeum. Honnan jött az ötlet, miért pont most gondolták úgy, hogy ilyen fotópályázatot indítanak? Igazából egy ideje gondolkodtunk ezen a lehetőségen, és akkor rögtön azzal is kezdeném, hogy aki volt az ötlet, az Kertész Éva. Kertész Éva volt a múzeum egykori főmúzeológusa, botanikus, és nyugdíjasként többször beszélgettünk, és mindig mondta, hogy milyen jó volt régen, hogy minden évben volt természetfotó kiállítás a múzeumban. Na most régen ez úgy nézett ki, hogy az év természetfotója, tehát az országosan meghirdetett kiállítást hozták el mindig Békés Csabára. Az országban elsők között Békés Csabán lehetett megnézni ezt a kiállítást, és ez nagyon-nagyon népszerű volt. És Éva mindig sajnálta ezt, hogy miért nincs ennek hagyománya, úgyhogy én évek óta elhatároztam, hogy lesz egy ilyen, és hát ahogy Éva eltávozott közülünk, akkor úgy gondoltam, hogy az ő emlékének mindenképpen adóznunk kell ezzel, hogy ezt valóban meg is valósítjuk, de gondoltam egy merészet, és úgy döntöttünk, hogy sajátot készítünk. Tehát mi hirdetjük meg a pályázatot, mi zsűrizzük le a beérkezett alkotásokat, fotókat, és ebből nyílik egy kiállítás, hogy legyen csak a miénk, a sajátunk, Békés Vármegye természetfotója. Mekkora volt a pályázat iránt az érdeklődés? Én nagyon meglepődtem, először nagyon izgultam, mert úgy döntöttünk, hogy kb. 30 fotót fogunk kiállítani, a helyet figyelembe véve, tehát a lehetőségeket, és először azon izgultam, hogy legalább 30 fotó beérkezzen, de ezt is sokszorosan túlszárnyaltuk, hála Istennek. Két kategóriába hirdettük meg a pályázatot, az ifjúság és a felnőtt kategóriába, és összesen 328 fotó érkezett a két kategóriában, és ami engem nagyon meglepett, hogy 9 év kortól egészen 81 éves korig voltak az a pályázók életkora, úgyhogy volt a pályázók életkora, tehát hogy minden korosztály képviseltette magát, és tényleg a 40 éves korúak is küldtek be pályázatokat, tehát nagy volt az érdeklődés, és azt gondolom, hogy minden korosztályhoz sikerült eljutni a pályázati felhívással, és nagyon-nagyon jó munkák születtek, úgyhogy az előre elhatározott 30 fotó helyett 40-et fogunk kiállítani, ezt most már tudjuk. Mindenhol elmondtuk annak idején, hogy 30 fotóból fog nyílni a kiállítás, de most már javítanom kell, mert annyira jó munkák születtek, hogy egyszerűen nem tudott a zsűri másképp dönteni. Ha már zsűri, akkor kikből állt a zsűri, hogyan tevődött össze? Igen, mindenképpen úgy gondoltam, hogy olyan szakmai zsűrit kell összeválogatni, akik ismertek, akiknek van elismertségük a szakmában, mind a természetfotózás, mind a természetvédelem, mind a környezetvédelem terén, és éppen ezért a zsűri elnöke, ki más lehetne, mint dr. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója. Benne van a zsűriben ugyancsak a Körösmaros Nemzeti Park képviseletében Boldog Gusztáv is, ugye, akit mindenki ismer, és mindenki tudja, hogy ő aztán minden főszáról fogja tudni Békés Csabán, vagy Békés megyében, bocsánat, amit lefotóznak, hogy melyik hol terem. És hát a zsűri összetételében ugye mindenképpen szerepelnie kellett Imre Györgynek, aki tulajdonképpen nagyon ismert és elismert szakember fotózás terén, ő nem kimondottan természetfotókkal foglalkozik, de pont ezért szerettem volna bevonni egy olyan szakembert, aki más szemmel is látja ezeket az alkotásokat, és Mió Pál, a Márvány fotoműhely tagja, a másik zsűritag, akivel viszont, hát ő Évát nagyon jól ismerte, Kertész Évát, ugye, akitől jött az ötlet, és éppen ezért tulajdonképpen vele kezdtük el megálmodni ezt a kiállítást, úgyhogy nagyon nagy segítségemre volt, amit most ezennel is nagyon szépen megköszönök. És az ötödik zsűritag pedig, akit talán nem annyira ismernek itt Békés Csabán, vagy Békés Vármegyében, ő Jakab Gusztáv, aki eddig a Szarvasi Agrártudományi Egyetemen oktatott, de ő is természetfotózással is foglalkozik, hihetetlenül jó szakember, botanikával foglalkozik, és nagyon-nagyon jól ismeri Békés Vármegye természeti környezetét. Éppen ezért mondtam be, hogy valaki, aki nem Békés Csabai, aki nem feltétlenül ismeri a helyi fotósokat, mindenképpen lássa ezeket a munkákat. Ő most ősztől pedig az ELTE-n fog tanítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan neves szakemberekből áll a zsűri, akikbe igazán megbízhattunk.
Ahogy említette is, nagyon sok pályázat érkezett be. Mik voltak a szempontok, amik alapján ezt a 40 fotót, amit kiállítanak majd, lezsűrizték? Igazából nem volt előre megbeszélt szempontrendszer, olyan értelemben, hogy pont a zsűri összetételéből adódott az, hogy tudtam, hogy ők olyan szempontokat képviselnek, ami nekünk fontos. Ami talán szempont volt, amiben mindannyian megegyeztünk, hogy Békés vármegyéről szóljon az adott fotó. Valamilyen módon kapcsolódjon a vármegye természeti környezetéhez, bármilyen módon képviselje ezt. És azt gondolom, hogy ezt mindenképpen szem előtt tartotta a zsűri. Tulajdonképpen a minőséget, tehát a fotó, egy fotó szempontjából fontos kritériumoknak megfelelő kellett legyen ez az alkotás, úgyhogy, de nagyon-nagyon jó alkotások érkeztek, és tényleg nehéz volt választani, azt mondhatom előre is. Igen, aki egy kicsit is látott már valaha természetfotózással kapcsolatos dokumentumfilmet, vagy valaha próbálkozott már maga is természetfotózással, azért tudja, hogy nagyon nehéz elkapni egy-egy olyan momentumot, például, hogyha az állatvilágot vesszük, hogy tényleg azt a pillanatot, ami nagyon érdekes, elkapja. Voltak esetleg ilyen alkotások, amik bekerültek a tárlatba? Igen, mindenképpen, és úgy is hirdettük meg a fotópályázatot, hogy nem csak fényképezőgéppel, hanem akár telefonnal készült fotókat is be lehetett küldeni, mert azt gondolom én is, hogy nem feltétlenül a gép minőségén múlik egy természetfotó minősége, szépsége vagy különlegessége, hanem pont azon, hogy a fotós hogy látja a világot, és ez volt az egyik olyan szempont, amit azt gondolom minden zsűritag figyelembe vett, hogy olyan különleges alkotásokat választottunk be a kiállításba, amit egy átlagember nem biztos, hogy meglát. Tehát olyan makrofotókat akár, vagy olyan helyzeteket, amiket észre sem vesz egy átlagember, hogy akár egy hangya ott van egy fűszálon, de például erről is lehet hihetetlen jó fényképet készíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó alkotások érkeztek. Van esetleg kedvenc a kiállított darabokból, ami nagyon megragadta esetleg a fantáziáját, nagyon kiemelkedő volt esetleg a többi között, hogy még inkább kedvet tudjunk csinálni ennek a tárlatnak? Igen, az én személyes kedvencem is bekerült a kiállításba, sajnos a díjazottak közé nem, de hát ugye én nem voltam tagja a zsűrinek, úgyhogy én nem szólhattam bele. Néha, amikor megszólaltam a zsűrizés közben, akkor le is húrogott a zsűri, hogy én nem szólhatok bele, úgyhogy nem volt erre lehetőségem, hogy befolyásoljam őket, és nem is szerettem volna. Az én személyes kedvencem is ott van a kiállított fotók között. Nem tudom, hogy elárulhatom-e, de talán a közönség, hogyha bejön, akkor látni fogja a címe az, hogy Meseerdő, és rögtön tudni fogják és érteni fogják, hogy miről van szó. Ez izgalmasan hangzik. Hogyan kapcsolódik ez a kiállítás a fotográfia hónapjához? Igen, ez nagyon fontos, hogy Imre Györgyel, ugye, ahogy felvettük a kapcsolatot, már is mondta, hogy jaj, de jó, hogy mi is szeptemberre tervezzük a fotókiállításunk megnyitóját, mert hogy amúgy is szerették volna ezt a programot meghirdetni, hogy szeptember legyen a Békés Csabán a fotográfia hónapja, és akkor így mi is tudtunk csatlakozni. Teljesen véletlenül indult ez a történet, de hála Istennek így pont jól sikerült. Mi vagyunk tulajdonképpen az utolsó kiállítás, aki megnyílik ebbe a hónapba, viszont ebben a hónapban talán 5 vagy 6 helyszínen látható fotókiállítás. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szép választék, és nagyon-nagyon előremutató, és nagyon reméljük, hogy ezt folytatni tudjuk a jövőre is. És akkor itt megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szeretnénk ezt a pályázatot meghirdetni mi is minden évben. Igen, ez ott volna a következő kérdés, hogyha már ekkora az érdeklődés iránta, akkor esetleg szeretnék-e folytatni? Ezt így is terveztük eredetileg, tehát én legalábbis erről álmodtam idézőjelben, hogyha sikeres lesz ez az idei év, akkor mindenképpen. Illetve azt is elárulhatom, hogy az első helyezettek, ugye az ifjúsági meg a felnőtt kategóriában is egy olyan lehetőséget is nyernek a többi díj mellett, hogy saját kiállítással szerepelhetnek a Munkácsy Mihály Múzeumban, amit úgy gondoltuk, hogy akkor a jövő évi fotópályázatból meghirdetett fotókiállításhoz kapcsolunk, és akkor az a jövő évben nem csak a fotókiállítás pályázatból beérkezett munkákat láthatják, hanem az idei díjazottaknak a munkáit is külön kiállítjuk. Igen, azért ez nagy lehetőség. Igen, azt gondolom, hogy hát ugye nem egyszerű egy múzeumba saját kiállítással bejutni, főleg nem fotókiállítással, hiszen egy múzeum nem feltétlenül erről szól, de így, hogy kapcsolódunk a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez, a természetismerethez, én azt gondolom, hogy ez az iskolásoknak is nagyon jó lehetőség, tehát akár iskolák is jöhetnek megnézni, és lehet ez egy tanóra keretében akár egy beszélgetés témája az iskolákban is. Igen, és hogyha ugye ezt nem hangsúlyoztuk volna még eleget, ugye itt legképpen amatőr fotósoknak a fotóira számítottak. Elnézést, hogy nem mondtuk. Így van valóban, tehát én
nagyon reméltem azt, hogy nem csak a profi fotósok, vagy nem a profi fotósok fognak megjelenni, de valóban olyan nevek kerültek elő, akiket soha nem tudtunk, és nem is a zsűri sem. De a zsűri nem is tudta a neveket, ezt kihangsúlyozom, hogy teljesen anonim módon válogatták ki a kiállításra kerülő és a díjazásra kerülő műveket. Úgyhogy hát ebből adódik az, hogy az ifjúsági kategóriában a második és a harmadik helyezett az ugyanaz, de ezt sem befolyásolhattam, hiszen nem volt szempont a fotós személye. Meddig látható majd a kiállítás? A kiállítás október 22-ig látható, és azt is igen, most már elárulhatom, hogy megbeszéltük a Körösmaros Nemzeti Park Körösvölgyi Állatközpontjával, hogy tovább viszik majd a kiállítás Szarvasra, úgyhogy majd ott is látható lesz később, pontos időpontot még nem tudunk, de hogy lesz lehetőség több helyen is megtekinteni a kiállítást. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma este velünk. Köszönöm szépen én is. Én pedig köszönöm nézőink figyelmét, további híreinket megtalálhatják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!